Az iskolakezdés sok családban aktuális minden év szeptemberében. Ez nem csak a diákokat érinti, hanem a szülőket is, legyen szó kicsi vagy éppen nagy gyermekről. Pozitív, illetve negatív irányban befolyásolhatja az érintetteket az iskolakezdés. Lehet egy kicsit pozitív stressz, mert hogy így várom azt az iskolát, akár egy nagy csoportos, hogy végre nagy lány leszek, nagy fiú leszek, és hogy egy ilyen nagyon pozitív élménnyel várom az iskolát. Ezt egy viszonylag egészséges és pozitív stressznek mondjuk, ami nyilván átmeneti és el is múlhat. Aztán beszélhetünk negatív stresszről, amikor mondjuk már úgy várja a gyerek az iskolát, hogy hú, mi fog történni, és ott nagyon jónak kell lenni, nagyon kell figyelni, és tanulni kell, és ez már egy kicsit negatív stressz. A stressz az egy átmeneti reakció, ami könnyen csaphat át szorongásba. Ennek testi tünetei is jelentkeznek hasfájás, hasmenés, étványtalanság formájában. Viszont lehet ennek egy hosszantartó folyamata is, ami akár szociális fóbiához is vezethet. A gyerekeket az alkalmazkodást pszichésen meg tudja viselni. Fontos, hogy a szülő hogyan tudja kezelni ezt a szituációt. Vagy támogatja a gyermeknek a stresszel való megküzdését, vagy pedig megnehezíti a gyereknek a helyzetét, és felerősödik a gyerekben lévő stressz. Most az, hogy a szülő ugye mitől stresszel, azt talán mindenki átéli, akinek gyereke van. Tehát tudjuk, hogy egy óriási anyagi teher a családoknak a számára, és ilyenkor kezdődik a rohanás, hogy jaj, minden meglegyen, futok a papírboltba, csomagoló papírért, mi kell, olló kell, hurkapálcika kell, melyik évfolyamos gyereknek, éppen mi az aktualitás, és hogy valóban ez az egész családot megviselő stressz helyzet. A gyerekek a hosszadalmas nyári szünet után általában nehezebben tudnak visszaülni a tanulópadba, mivel a napi rutin kötetlenebb volt a nyáron, mint az iskolai napok során. Azt szoktuk mondani szakemberként, hogy úgy augusztus elejétől szépen lassan érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy jön az iskola kezdés, és hogy valahogy visszaálljanak majd abba a rendszerbe, ami meghatározza a hétköznapokat. És ebben nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy a gyerek mikor fekszik. Ugye nagyon sokat beszélünk a média használatról, az internetről, a telefonos játékokról, és sajnos az a tapasztalat, hogy itt éjszakákban menőkig hajlamosak a gyerekek játszani, és aztán valahogy nem tudják, mikor van reggel. A baráti társaság kialakítása is fontos az iskolai években. Külön probléma nagyon sokszor a beilleszkedési zavarral küzdő gyerekeknek a problematikája, akik egyrészt nagyon sok negatív hatás éri őket az intézménybe. Ez részben azért, mert hogy sokat fegyelmezik őket a pedagógusok, és azt érzik, hogy nagyon sok negatív visszajelzést kapnak, ami így az én képüket negatívan minősíti. És nagyon sokszor szoktunk erre kitérni, hogy fontos a fegyelmezés, és igenis nagyon fontos irányt mutatni a gyerekek számára. Nagyon fontos az őszinte kommunikáció a gyermek és szülei között. De nagyon jó az, amikor például a reggelit csomagolják a szülők, és azt mondja a szülő, hogy mondjuk teszek bele egy picike kis ajándékot oda az uzsonnás tasakba, vagy a tolltartóba. És ez lehet egy olyan icipicike kis tárgy, ami a szülőre emlékezteti a gyereket, és amikor kinyitja, akkor mégiscsak az, hogy otthon szeretnek engem, én tartozom valahova, számíthatok a szüleimre, mellettem állnak, akár iskolában vagyok, akár nem. Az odafigyelés és kellő felkészítés az iskolai tanévkezdésre elengedhetetlen.